estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsoron következik. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket Berekfürdő településen. Nagy tisztelettel köszöntöm a projektben résztvevőket, a település lakosait, vendégeinket. Szeretném átadni a szót Molnár János Berekfürdő polgármesterének. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen az elég régóta várt napon. Külön tisztelettel köszöntöm Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, Piroska Miklós urat, a megyei közgyűlés elnökét. Nem véletlenül mondtam, hogy régóta vártuk ezt a napot, hiszen elég régóta húzódik az orvosi rendelő felújítása, és a befejezés, a leglényegesebb része, ez egy topos pályázat keretében valósult meg, amiről gondolom az utánam szólók bővebben szólnak. Én egy picit arról szeretnék beszélni, hogy azon túl, hogy nagyon fontos egy település életében egy ilyen beruházás megvalósítása, mindig az a gond, hogy miből hasonló beruházásokat miből csináljuk meg, mert nagyon sokat tudunk sorolni, hogy mi minden kéne, soroljuk is, és ebben ez óriási segítség, hogy ezek a pályázatok, most kimondottan a település és területfejlesztés operatív programokat említem, ezekből van lehetőség ilyenekre is. Az orvosi rendelőnk hát több mint 40 éves, azóta nem sok változás volt rajta, így most nagyon ráfért. Én külön szeretném megköszönni doktor úrnak, dr. Hajdú Lajos úrnak, hogy még ezt is végigcsinálta, hogy egyszer kiköltözött a jó megszokott fészekből, aztán reménység szerint hamarosan visszaköltözik, és remélem, hogy hamarosan megszokja az újabb fészket, ez is megszokott fészek lesz neki. Ezt azért is említem külön, hiszen nem tudom mennyien tudják, ő kerek évfordulót ül ebben az évben, hiszen ha jól emlékszem, Lajos, cáfolj meg, hogyha nem így van, remélem nem fogsz megcáfolni, 50 évvel ezelőtt diplomázott, tehát tulajdonképpen 50 éve praktizál. Annak a nagyon-nagyon jelentős részét itt Berekfürdőn, ha jól emlékszem, akkor 4 évet töltött Ebesen, a többit szinte mind Berekfürdőn, vagy Berekfürdőhöz kötődően. Tehát ezt külön szeretném kiemelni, és megköszönni neki ezt a hosszú időt. Már mondogatja, hogy ezt az évet még befejezi, aztán utána nem akarja tovább csinálni. Hiányozni fog mindenképpen az a nagy tapasztalat, amivel ő rendelkezik, az a rutin és az a nagyon jó diagnoszta, amit benne megismerhettünk. Ezután már csak annyi dolgom van, hogy kívánjam azt, hogy a település lakói és az idejövő üdülő vendégek minél kevesebbet látogassák ezt az épületet, lehetőleg nagy évben kerüljék el, szükségből ne jöjjenek ide. Tudom, hogy ez lehetetlen kérés, tehát ha mégis kell jönni, akkor úgy remélem, hogy mindenképpen azt fogják érezni, hogy egy felújított jó épületbe kerültek. Köszönöm szépen a lehetőséget, és át is adom a szót akkor Piroska Miklós elnök úrnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy köszöntsem Önöket a Jászlóközszolnok megyei önkormányzat nevében. Eljutottunk arra a pillanatra, nem csak Berekfürdő tekintetében, hanem a megye sok más települése vonatkozásában is, hogy a hosszú évek előkészítő munkáját és úgymond a vágyakat tettek követték, és megkezdődött a topos projekteknek az átadási szakasza. Nagy örömömbe szolgál, hogy Berekfürdő településén is egy átadón vehetünk most már részt,
nem alapkulletétel és pályázatindítás, hanem tényleg egy megvalósult projekt átadásán vehetünk részt. Ez nagyon nagy öröm számomra is, a megyei önkormányzat számára is, hiszen valamilyen szinten ez igazolja a közös munkát, amit a településekkel az elmúlt hosszú évek során végeztünk. Bár a településnek a topos projektek vonatkozásában a legkisebb volumenű pályázatáról van szó, de azt gondolom, hogy mégis a település lakóinak és a közösségének kiemelten fontos. Ha a megyébe Berekfürdő településről van szó, mindenki a turizmusra gondol azonnal, de nem mehetünk el az itt lakó emberek egyéb szükségletei mellett sem. Ahogy polgármester úr nagyon jól utalt rá, 40 éve változatlan állapotokban voltak ezek a helyiségek, és igenis ráfért, hogy mind a tetőszerkezet, mind a homlokzat, mind a belső kialakítás megújuljon. Én úgy gondolom, hogy a projekt mostani zárása mellett azonban meg kell, hogy említsük, hogy Berekfürdő vonatkozásában két további topos projekt van. Az előbb említett turisztikait emelném ki, ami a legnagyobb volumenű, bár nem sok különbség van a másik két projekt méretében, de azért mégis egy 130 millió forintos volumenű turisztikai fejlesztés előtt áll a település. Én bízom abban, hogy nem is olyan sokára, polgármester úr meghívásából adódóan ugyanitt, ugyanezen a helyen állhatunk majd, és ezen apropóból is együtt örülhetünk az átadott projekt megvalósításának. Végül, de nem utolsó sorban, ha megengedik nekem, egy külön aspektusból világítanám meg a mostani átadót, hiszen az utánam szóló Kovács Sándor volt leköszönő elnökünk, azt gondolom nagyon komoly munkát tett abba, hogy ebben a térségben, most már mint a térség országgyűlési képviselőjeként, ilyen és ehhez hasonló projektek valósulhassanak meg. Én bízom benne, sőt, nem csak hogy bízom benne, hanem tudom, hogy az elkövetkezendő időszakban nem csak polgármester úrral, hanem képviselő úrral is a megkezdett munkát folytatjuk, közösen folytatjuk, és hasonlóan eredményesek leszünk. Úgyhogy kívánok mindenkinek, aki az épületet az elkövetkezendő időszakban használni fogja, jó egészséget, és minél kevesebb látogatást erre a helyre. Nagyon köszönöm. Tisztelt elnök úr, polgármester úr, tisztelt berekfürdőiek, képviselőtestület tagjai, szerényen a háttérben meghúzódó Hajdú doktor úr, mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Amikor az ember egy szépen felújított épületet átad, és ebben az épület felújításban egy kicsi szerepe van, akkor mindenképpen örül. De ha ez Berekfürdőn történik, akkor számomra az öröm még nagyobb. Hiszen nekem karcagiként Berekfürdő a gyerekkort, a fiatalságot, és hogyha még egy kicsivel idősebb leszek, akkor a ízületi fájdalmaimra a gyógyulást fogja jelenteni. Tehát minden itt élő és felnövő valamilyen emlékkel, valamilyen szép emlékkel rendelkezik Berekfürdőről. Én is itt tanultam meg úszni, ide jártunk fiatalként, és már nem emlékszem rá, de amikor szétvágta egy üveg a lábamat, talán 11-12 éves voltam, akkor ide az orvosi rendelőbe jöttünk be először, de majd utána a karcagon össze is varták azt a sebet. Tehát azoknak, akik gyógyulni vágynak, azoknak, akik pihenni vágynak, azoknak egy biztos pont, egy szép orvosi rendelő. És talán 3-4 évvel ezelőtt kezdtük el a tervezést polgármester úrral, elnök úrral, a megyével, hogy mire van szüksége Berekfürdőnek. Felsoroltunk egy hosszú listát. Milyen tervek vannak, milyen elképzelések, és ebből a listából kiválasztottuk azokat, amikre forrás is van, amire lehetőség is van. És polgármester úr és a Bereki Önkormányzati Testület úgy jött hozzánk a megyei közgyűléshez, hogy kiforrott, megalapozott, és nem elrugaszkodott ötleteik voltak. Olyan ötletekkel jöttek, amely mind fontos volt a település számára, és mindet meg is tudtuk valósítani. És a munka folyamat elejét már befejeztük, hiszen megújult és megszépült ez az orvosi rendelő, amit egy bő évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt polgármester úrral bejártunk. Megnéztük azt a régi vashajtót, a fehérre festett vashajtót, ami télen nem sok meleget tartott bent, ellenben a kinti hideget beengedte.
megnéztük a fenti részt, amely beázott, amely rossz állapotban volt. És most, ahogy ránézünk erre az épületre, olyan ez az épület, mint a mi emberek fürdő. Formás, takaros, békességet, nyugalmat és mindenképpen biztonságot áraszt. Berekfürdő és a berekfürdőn lakók mindenképpen megérdemlik, hogy egy szép orvosi rendelőjük legyen. És az ide látogatók is megérdemlik, hiszen ez a település Jász-Nagykun-Szolnok megye második legfontosabb turisztikai települése. Hiszen a vendégészakák száma itt Berekfürdőn, Cserkeszőlő után a második legtöbb. És milyen lenne ez a település, ahol rengeteg gyógyulni, pihenni vágyó ember van, és nem egy szép orvosi rendelője van, nem egy szép strandja, nem egy szép fedett termál részlege, nem egy szép parkos központja. Mert Berekfürdő ilyen, az én gyermekkoromban is szép volt, olyannak, amilyennek annak idején mi megismertük. És most is szép, és egyre szebb, olyan, amilyennek a mostani gyermekek fogják megismerni, és olyannak, amilyennek mi is szeretjük. Mert újul, szépül Berekfürdő, de abból a varázsából, abból a csodájából semmit sem vesztett, mint amilyen 40 évvel ezelőtt is akár volt, amikor ez az orvosi rendelő megépült. Én kívánom minden berekfürdőinek, minden berekfürdőre látogatónak, hogy érezze jól magát ezen a településen, jöjjön ide legtöbbször vissza, és azoknak a berekfürdőieknek, akik igénybe veszik az orvosi rendelő szolgáltatásait, doktor úrnak, és majd utódjának a szolgáltatásait, minél kevesebbet kelljen ide járni. De amikor ide kell jönni, akkor a legjobb és a legszínvonalasabb egészségügyi ellátást kapja meg minden berekfürdői, mert minden magyar ember megérdemli azt, hogy a legfőbb és a legjobb ellátásban részesüljön. Tehát mindenkinek nagyon jó egészséget kívánom, és kívánom azt, hogy élvezzék ennek a csodálatos településnek minden áldását, a vizet, a nyugalmat, a meghitt hangulatot. Tehát mindenkinek jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm mindannyiunk nevében ezeket a gondolatokat és szavakat mindkettőjüknek. És szeretném még megkérni polgármesterként elődömet, dr. Hajdú Lajost, doktorat, ő is szóljon egy pár szót. És még valóban a hátulról előreér, még engedjék meg, hogy megköszönjem a kivitelezőnek, Nagy Imrének és társának a munkát. Hogy meg voltunk velük elégedve, az is bizonyítja, hogy a másik topos pályázatnál, az energetikai pályázatnál is rájuk számíthattunk, ők nyerték meg, ők csinálják azokat is, reméljük, hogy legalább ilyen minőségben. És szeretném megköszönni ugyancsak a műszaki ellenőrnek ugyancsak fontos és komoly munkáját, Deák György úrnak. Most pedig átadom a szót doktor úrnak. Tisztelt és kedves vendégeink, kedves berekiek! Ez úgy alakult, hogy mikor 45 évvel ezelőtt átadták ezt az épületet, akkor is én voltam az orvos, aki átvette, és 45 év után most újra én vagyok. Hát nehéz 45 év volt, de úgy érzem, hogy sikeres volt. Mit lehet ilyenkor kívánni? Én azt kívánom önöknek is, hogy a következő 45 évben ne legyen több orvos, de legalább annyi legyen. Legyen, mint amennyi az előző 45 évben volt. Hát akkor ki tud alakulni az a bizalom, ami az egészségügyi ellátásnak az egyik alapja, a kölcsönösség, tehát a kölcsönös bizalom a beteg és az orvos és a beteg közt. Az akkor ugyanis azt jelzi, hogy az az orvos, aki idejött, megszerette ezt a községet, és a község is megszerette őt. Én azt kívánom, hogy ne legyen több, de annyi mindig legyen legalább egy ebbe a községbe. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük.
Én azt gondolom, hogy amikor egy településen a polgármester, a megyei közgyűlés elnök és az országgyűlési képviselő egymás mellett áll, akkor a berekküldői lakosok, egyáltalán bármilyen település lakosai örülnek, hiszen akkor valami új kezdődik, valami csoda születik. Itt az álmok most valóságá váltak, illetve válnak. Eljött az ideje annak, hogy megkérem az urakat, hogy a hivatalosan az orvosi rendelő átadására sorra kerüljön, átvágják azt a bizonyos szalagot. Az a rész lesz, amit végében a fogorvosi oldal volt, és a másik oldal, ami régen az orvosi rész volt, az lenne, ha egyszer fogorvos emberek fűnnek, akkor a fogorvosnak készít le. Viszont addig is, amíg nincs, a csecsemőgondozásnak hiányzik terület, most egy karcelóra kell lenne bejárni, ez megoldatlan dolog, és abban maradtunk, hogy igyekszünk úgy berendezni, hogy akkor ez a rész lesz az övé. Köszöntöm nézőnket Berekfürdőben, a felújított orvosi rendelő előtt Piroska Miklós megyei közgyűlési elnök úrral beszélgetünk. Volt a régi rendelőben? Megmondom őszintén, nem jártam még Berekfürdőn. Nagy hiányosságom, de úgy gondolom, hogy vissza fogok térni, hiszen egy olyan hangulatú településről van szó a megyénkben, amely mindenképpen figyelemre méltó. Akkor ezek szerint a rendelőben sem jár, de most azért még csak azt látjuk, hogy minden szép, és azt gondolom, hogy egy-két hét múlva, amikor belakják, igaziból átköltözik a régi helyre a rendelő, akkor lesz majd igazi. Egy orvosi rendelő a falak által csak egy üres tér és egy üres épület. Én azt gondolom, hogy mint mindent, ezt is az emberek töltik meg tartalommal. Itt is kiemeltem fontos, hogy ahogy polgármester úr is utalt rá, legyen a településnek folyamatos házi orvosi ellátása, illetve hogyha biztosításra kerül a plusz helyiségben, amely védőnői szolgálatot tud ellátni. Az a szolgáltatás, amelyet egy községen belül Magyarországon az egészségügyi alapellátás keretein belül mindenképpen célszerű és szükségszerű biztosítani az itt lakók számára. Reméljük akkor, hogy beszélünk majd hamarosan, hiszen ön is mondta a megnyitójában, hogy több olyan pályázat van, amelyek kapcsán hamarosan fogunk még találkozni Berekfürdőben. Biztos vagyok benne, és remélem, hogy hasonló eredménnyel és hasonló minőségben sikerül kivitelezni ezt a két további topos projektet is, amelyre utaltam a megnyitó beszédem során. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrral beszélgetünk itt a felújított rendelő előtt. Azt mondta, hogy minél kevesebbet lássák ezt belülről a berekiek. Így van, nagyon szép ez az épület. Én megnéztem polgármester úrral, mikor a pályázat benyújtásra került, majd amikor a munka elkezdődött előtte. Olyan állapotban volt, hogy 45 évvel ezelőtt épült, azokkal az anyagokkal elkopott, és tényleg nem volt egy szép része Berekfürdőnek. Azt gondolom, hogy most kívülről, belülről megújult, és a berekfürdőek megérdemlik, és az ide látogatók megérdemlik azt, hogyha bármilyen egészségügyi problémájuk van, jó ellátást kapjanak, és olyan helyen, olyan orvosi rendelőnek, amelyik a 21. századi körülményeknek megfelel. Nekem vannak emlékeim egy 40 évvel ezelőtti esetekről is, amikor akár sürgősségi ellátást, mozgékony gyerekek itt kaptak legerőször a Berekfürdő orvosi rendelőbe, és én azt gondolom, hogy idősebbeknek, fiatalabbaknak minél kevesebb
időben legyen szüksége erre az orvosi rendelőbe, bár lesz egy rész, amire azt gondolom, hogy akár sokat és sűrűen látogassák, ez a védőnői szolgálat, itt a csecsemő gondozás is helyet fog kapni ebbe az épületbe. Én azt kívánom, hogy minél több berekfürdői kisgyermek, családok jöjjenek ide megnyugtatóan megmutatni a gyermekeket, akár csecsemő gondozásban részesülni, hiszen az egészségügynek nem csak a beteg ellátás, hanem a kisgyermekekkel, a csecsemőkkel, az állapotos anyákkal való foglalkozás is nagyon fontos, és ez Berekfürdőnek a jövőjét jelenti, és azt látom, hogy Berekfürdőnek nagyon szép és mozgalmas múltja van, de nagyon szép és gazdag jövője is lesz. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Molnár János polgármester úrral beszélgettünk itt a felújított rendelő előtt. Azt hiszem, hogy sokat és sokan várták ezt a mai napot. Ez így igaz, és régóta várjuk, hogy várják a berekfürdék ezt a mai napot, hiszen ahogy korábban Hajdú doktor úr is mondta, 45 évvel ezelőtt adták át, akkor is ő volt itt az orvos helyben, és azóta minimális javítások, felújítások voltak. Ez egy komoly felújítás, ami most történt, és nagyon nagy lehetőség, hiszen önerőből a település ezt nem tudta volna meg. Hajdú doktor azt mondta, hogy legalább ugyanígy legyen, mint eddig, hogy 45 évig kitartson egy orvos, hiszen ő, ahogy ön fogalmazott, ebben az évben vállalja már csak. Tehát azt hiszem, hogy ebben az új rendelőben öröm lesz neki is még a év hátralévő részében, meg a leendő új orvosnak is dolgozni. Igen, ezt én is így remélem, hiszen ez már egy korszerűbb és egy új felújított ugyan, de mondhatjuk nyugodtan, hogy új rendelő. Azt mindig jobban szereti az ember, sokkal kényelmesebb, kellemesebb, akár a fűtését nézzük, a világítását, egyáltalán az egész épületet. Doktor úrnál még az egy érdekes dolog, hogy átmenetileg, amíg a rendelő épült, a rendelő és a szolgáltatás az egy épületen van, és korábban ő itt lakott. Most már van saját háza Berekfürdőn, de most abban az épület részben rendelt, ahol korábban lakott, tehát azt mondom, hogy nagyon otthonos volt ez alatt az átmeneti idő alatt, de úgy remélem, hogy szívesen vissza fog költözni a felújított részbe is. Ennél így lesz, és hát az, hogy azért nem gondolt ő még komolyan, hogy ezt az évet viszi itt végig a településen, hiszen ahogy ő is fogalmazott, meg ön is többször már megszerették a berekiek. Ez így van, én örülnék neki, ha ez így lenne, hiszen egy nagyon jó diagnoszta, olyan ember, akit szeretnek a településen, és hiányozom, ha nem lenne. Hát beszéljünk úgy, hogy reméljük, hogy jövőre is lesz, és akkor még találkozunk sokszor, és hát találkozunk még, hiszen elhangzott, hogy még több beruházás fog indulni, vagy van folyamatban a településen. Így van még ezen kívül két topos pályázatunk, amik folyamatban vannak. Az egyik ténylegesen folyamatban van az energetikai pályázat, ami az önkormányzati hivatal épülete és az iskola több épülete is ebbe tartozik bele, illetve egy, ami még előkészítés alatt áll, de reménység szerint hamarosan elkezdődik az is, az pedig egy turisztikai pályázat, a fürdő előtti tér, mint rendezvénytér kialakítása, ennek több funkció is lesz, rendezvények alatt rendezvénytér, amúgy egy része parkoló, másik része pedig egy reménység szerint egy impozáns, valóban az új Ferencfürdőhöz, fürdő bejáratához illő tér kialakítás, amit tervezünk, és ami remélem hamarosan elkezdődik a kivitelezése is. Akkor majd még visszajövünk, köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! A bíróság valamennyi napra egész napos tárgyalást tűzött ki. Az eljárás ezen szakaszáig 13 tárgyalást tartott a bíróság, melyekre összesen 78 tanút idéztek meg, akik közül 56-an jelentek meg a bíróságon. A tárgyaláson megjelent tanúkat a bíróság részletesen, jellemzően több órán keresztül hallgatta ki. Vallomásukat az immáron 595 oldal terjedelmű tárgyalási jegyzőkönyvek tartalmazzák.
Hajászhagykun Szolnok megyei főügyészség 2017. június 9-én 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, két rendbeli sikkasztás és számvitelrendje megsértésének büntette miatt emelt vádat a vádlottal szemben, aki a vádirat szerint a budapesti székhelyű Kun Mediator Kft. Önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselőjeként az ügyfeleit tévedésbe ejtve a cég 15 éves működése alatt összesen 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott. Az ügyben első fokon eljáró szolnoki törvényszék a vádemelést követően azonnal megkezdte az 1700 oldalas vádirat és a mintegy 60 ezer oldalas nyomozati anyag feldolgozását, és a bírósági eljárás megalapozott és minél időszerűbb lefolytatása érdekében 2017. július 26-án előkészítő ülést tartott. Ezen az ügy különös bonyolultságára figyelemmel a bizonyítás keretének, terjedelmének és a bizonyítás felvétel sorrendjének meghatározása érdekében az ügyészt, a vádlottat és a védőt meghallgatta, és november 6, 9 és 13 napjára kitűzte az első háromnapos tárgyalás időpontját. A 2017. november 6-ai első tárgyalási napon a vádirat ismertetésére, a vádlott kihallgatására és a vádlott családtagjainak tanúkénti kihallgatására került sor. November 9-én a második és november 13-án a harmadik tárgyalási napon pedig a bíróság az egykori Kun Mediator Kft. Alkalmazottait hallgatta ki tanúként és megkezdte a sértettek tanúkénti kihallgatását. Az ügy tárgyalása 2017. december 21-én, 2018. január 18-án és 22-én, március 1-én, 8-án és 12-én, majd május 10-én, 17-én, június 21-én és 28-án további sértetti tanú kihallgatásával folytatódott. A vádlott az eljárás ezen szakaszáig nem tett vallomást. A váddal kapcsolatban tett észrevételében kifogásolta a nyomozóhatóság munkáját, véleménye szerint nem az igazság kiderítése volt a céljuk, csak hogy minél hamarabb lezárják az ügyet. Elmondta, hogy bízik abban, hogy a bírósági eljárásban kiderül az ártatlansága, mert lehet, hogy hibázott, de bűn nem akart elkövetni. Csupán végezte a napi tevékenységét, próbált minél több és nyereségesebb tranzakciókat végrehajtani, teljesíteni a cég által vállalt kötelezettségeket. Álláspontja szerint a vád torzított adatokon alapul. Az ügy tárgyalása 2018. szeptember 3-án, 10-én és 13-án további sértetti tanú kihallgatásával folytatódik.1025 utazót megkérdező reprezentatív online felmérésből kiderült. Az utazók 39%-ának a legfontosabb maga az úti cél, míg 34%-uknak az utazására. A magyar nyaralók 45%-a európai célpontokat választ. Belföldre 38%-uk megy, többek között szomszéd településünkre, Berekfürdőbe. Az eredmények alapján a válaszadó 91%-ánál a megfelelő ár-érték arány dönt az úti cél kiválasztásakor, 71%-uk a szálloda elhelyezkedését tekinti elsődleges szempontnak. Mind a kisgyerekesek, mind a gyerektelenek a tengerpartot választják legszívesebben, 67% válaszolt így. Nyaraláskor a megkérdezettek 83%-a város néz, 65%-a kirándul, 57%-uk pihenéssel tölti az időt. A városnézés a középiskolás gyerekkel utazók esetében kiemelkedően magas, 94%-uk választja ezt a kikapcsolódási formát. A szálláshelyek közül a szállodák vezetik a sort, 63%-ban itt foglalnak szállást, második legnépszerűbb az apartman 59%-kal. A válaszadó 90%-a szerint a tisztaság a legfontosabb egy szállásnál, 64%-uk elvárja a wifit, 68%-a kényelmes nagy ágyat. A 18-24 évesek körében a wifi jelentősége már 85%, az idősebb korosztályban ennek jelentősége fokozatosan csökken, de még a 60 év felettieknél is 57% igényli, hogy legyen vezeték nélküli internet a szobában. Ezen a nyáron is medenceőrök vigyáznak a gyermekek biztonságára az Akácliget gyógy és strandfürdőben Karcagon. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a szolgáltatás biztonságérzetet ad a fürdőbe látogató kisgyermekes családoknak. A gyermekmedencénél elsősorban a medenceőrökkel, hát itt diákok alkalmazásával történik, de csak azért, hogy biztonságosabb legyen a fürdés a gyerekek számára is. Tulajdonképpen a medenceőröknek a úgy felügyelni
kell, hogy azért ne a szülők foglalják el tulajdonképpen a medence teret, hanem a gyerekek, és természetesen ők a medencében bent tartózkodnak, amennyiben szükséges, hogy a kisebb gyerekek is azért nehogy véletlenül valami baleset történjen. 32 medencét foglalkoztatunk, de ez több, tehát van, aki 2 hét, 3 hét, 4 hét, tehát ki hogy tudott elhelyezkedni ide. A biztonságos fürdőzés mellett koncertek és rendezvények is színesítik a hétvégéket. András István elmondta, hogy ebben az évben is csatlakoztak a Strandok Éjszakája programsorozathoz, ahol idén egy különleges tűzijátéksóval kedveskedtek a vendégeknek, augusztusban pedig Nóta műsor is várja a látogatókat. Július 27-én lesz a Strandok Éjszakája. Itt vendégeinknek meghosszabbított nyitvatartással fogunk szolgálni, és az esti programba beiktattunk egy tűzi-vízi játékot, amely még eddig nem volt, hát remélem majd tetszeni fog a kedves vendégeknek. Továbbá akkor még augusztusban említek meg esetleg még egy olyan rendezvényt, amely augusztus 11-én délután 5 órától lesz itt egy nótaműsor. Hát itt nóta előadók, cigányzenekari kísérettel lesznek, erre is szeretettel várjuk a vendégeinket. Én bízom benne, hogy jó idő lesz, mert az eddig évek folyamán is a jó idő esetén, tehát nagyon nagy látogatottságunk volt ilyen alkalmakkor. A fürdővezető elmondta, hogy bár az időjárás eddig változékony volt, a karcagi Akácliget gyógy és strandfürdő látogatottsága azonban emelkedett, a kemping is közel teltházzal üzemel. Azt örömmel tudom mondani, hogy a látogatottságunk június 30-ig az előző évhez ugyanezen szakaszához mérten, tehát emelkedett. Itt a júniusi hónap volt, ami az időjárás nem kedvezett, akkor egy kicsit visszábesett, de összességében mondom, a forgalmunk, nem panaszkodok, mert tényleg emelkedés történt a tavalyi évhez képest. Itt általában a kemping látogatottság, faházaink, apartman, szobáink azok majdnem teltházasak. Itt a lakókocsi állásoknak a kihasználtsági foka csökken le nyáron, de ez évek óta ezt tapasztalom, és úgy más fürdőktől is hallom, hogy általában tényleg tavasszal, illetve ősszel van a teltházak már, hogy így mondjam. A strandvezető bízik abban, hogy jó nyarat zár idén a karcagi strandfürdő. Drágábban vásárolhatunk répát, hagymát, kovászolnivaló uborkát és paradicsomot. A piaci árusok most a duplájáért adják a portékáikat, mint tavaly ilyenkor. Zöldséget vettem, hát írtó drága volt az ára, meg is mondom, 1400 forintnál kezdődött kilója, de egy jó húsleves alapjában a zöldség is beletartozik, és mondjuk azt, hogy kevesebbet raktam bele, mint amit szoktam. Meg pedig ilyenkor finomabb a zöldség is. Mert mink is azért egy 6 személyes család vagyunk, és azért mindennapos asszalra téve azért elég sok, ám ez a kis apróságos dolgok is. Nem igazán örülök néki, de nem tudok sajnos mit csinálni. Ami kell, azt meg kell vennem. Most is volt egy olyan, hogy elég drága volt, megvettem, de kevesebbet tettem bele. Az íze miatt azért, hogy meglegyen. A sárga répa eddig 2-300 forinttal ment feljebb. Most 450 forintért adunk egy kilót, mondta el Surányi Alexandra. Na, a sárga répa olyan 200-300 forint per kilóval felemelkedett, most manapság olyan 450-500 forint per kiló. Elsősorban ugye panaszkodnak, hogy sokkal drágább lett, de hát ugye szükség van rá, szóval így megvásárolják. Ez a paradicsom tavaly 250-300, most 300-350-et tudjuk adni. Ugyanazt a minőséget próbáljuk produkálni, mint tavaly. Ezt a fajtát már 20 éve termesztjük. Próbálunk bio termesztésben engedélyezett vegyszereket használni, sőt, utóbbi időben már nem is nagyon kellett semmit használni. Felszívóló vegyszereket mi nem használunk. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó minőségű helyben megtermelt paradicsom. Krokavec István őstermelő szerint az idei zord időjárás vezetett a pénztárcát nem kímélő árakhoz. A paradicsomhoz most például 300-350 forintért juthatunk hozzá, de a karfiol, az eller és a hagyma ára is az egekben van. Hát ugye szinte kimaradt a tavasz, aztán április közepétől nyár van, csapadékelosztás nagyon drasztikus, amikor volt egy húzamosabb ideig csapadékosabb, hűvösebb időjárás, tehát a korai tavaszi vetések, vetemények, sárgalépa, zöldség, hagyma, ezeknek nagyon nem kedvezett a tavasz, borsót is ide sorolhatnám.
ezekből szerintem hiány van, meg hiány is lesz, én úgy gondolom. A termelőknek mindig az az érdek, hogy drágábban adjuk el a termékeinket. Nyilván az se érdekünk, hogy rajtunk maradjon, tehát van egy határ, ameddig lehet emelni, de általában nem a kis termelők, meg nem a mi méretű gazdaságok határozzák meg az árakat, hanem általában nagyobb termelők, meg esetenként az import, tehát hogyha úgy veszem észre Magyarországon, valamiből hiány van, akkor valahonnan ezt importból tudják pótolni, tehát a csillagoségig nem fognak menni ezek az árak, én úgy gondolom, vagy a vevők egyszerűen nem fognak húsleves főzni, amiben mondjuk sárgarépa zöldségkel, paprika, paradicsom, padlizsán, uborka van, fóliába. Paradicsomnál érezhető egy pici, de a mi paradicsomunk nagyon jó minőségű, zárójel ez a reklámhelye volt. Én úgy gondolom, hogy a vevőktől ezért egy picit tudunk magasabb árat kérni, főleg ha jön a befőzési szezon, nem mindegy, hogy milyen paradicsomot főznek be a háziasszonyok. Hát tavaly olyan 250-300 volt, most 300-350 forint, tehát egy 50-100 forint körül van a tavalyihoz képest az ármozgás, ez csak a paradicsomnál van. Paprikánál nem vettük ennyire észre. Próbáljuk azt is tartani ezen a szinten, mint a paradicsomot. Általában mi közvetlen fogyasztónak értékesítünk, és akkor van, aki vesz két paradicsomot, három paprikát, és egyszerűbb így értékesíteni, együtt megmérjük ezt a terméket, lecsóba, meg egyáltalán egyéb étkezésre. Próbáljuk tartani, a paprikánk is nagyon jó minőségű. Én úgy gondolom, hogy a vevőknek nem elsősorban az árakat kell nézni, a minőséget. Én azt mondom, hogy három olyan termék van, amit megveszünk, aminél pusztán csak a minőséget nézik, a cipő, amit tartja a gerincünket, az ágy, amin elvileg életünk egyharmadát eltöltjük, és az élelmiszer, meg hát az ital, amit beviszünk a szervezetbe. Kezd kialakulni egy olyan réteg, aki tényleg a minőséget keresi. Ugyan szinte minden héten van egy-egy élelmiszer botrány, hogy ilyen-olyan termékbe, ilyen-olyan vegyszer, meg adalék, meg egyéb dolog kerül. A vevők próbálják ezt is bizalmi módon kezelni, tehát visszatérő vevőink vannak, és akik keresik a jó minőségét. Nyilván nem annyi, mint amennyit mi szeretnénk, vagy az eladók szeretnének nagyon sok vásárlót, sőt azt szeretnénk, hogyha üres ládákkal térnénk haza minden piacról, de ez nem mindig így van, volt ilyen 20-30 évvel ezelőtt. A zöldség és gyümölcs drágulás globális probléma, nem csak hazánkban, hanem a szomszédos országokban sem jobb a helyzet. A múlt héten a meleg és párás idő volt az ország nagy részén, de több hullámban azonban csapadék is érkezett. Legnagyobb mennyiségben az északi és a dunántúli országrész kapott esőt, így sokfelé a 20-30 mm-t is meghaladta. Így ezeken a helyeken a talaj felső 20 cm-es rétege már telített nedvességgel, de a mélyebb rétegekben is bőséggel van belőle. Az Alföld középső területein ugyanakkor alig esett, arrafelé szinte szárazak maradtak a földek, a heti csapadék összeg mindössze 5 mm alatt volt, a talaj 20-50 cm-es rétegben pedig jelentős vízhiány mutatkozik. Hát nálunk itt az utóbbi idők esőzése nem okozott kárt. Az okozott kárt, hogy márciusban volt később télvégi csapadék, az később jött, mint amit vártunk, és utána jött egy nagyon meleg forró időszak. Az a forró időszak a fejlődésben a gabonát károsította azáltal, hogy nem volt elég talajoldat, így a kalász kinevelésénél, meg a kalászkáknak a kinevelésénél hátrányosan érintette a gabonát. A szemszám viszont meg a szemszúj, ami már megmaradt, az meg normális. A múlt héten jelentősen csökkent a hőmérséklet országszerte, az ennyire hűvös idő pedig a legtöbb növénynek már nem kedvező ebben az időszakban. Karcagon is zajlik a búza aratása, az árpát és a repcét a legtöbb helyen már betakarították. Az év egyik meghatározó munkájával, a kalászosok betakarításával jól lehet haladni az előttünk álló napokban. A kukorica és a napraforgó állományban intenzív volt a növekedés, illetve a fejlődés az elmúlt időszakban. A kukorica, napraforgó mindkét kapás növény, de beleértem a szóját is, elfogadható állapotban vannak, illetve az a lényege, hogy ezek a növények körülbelül 2 héttel vannak korábban, mint más években. Ennek egy részét érthetővé teszi az, hogy a szoláris energia, ami érkezett a földre, az lényegesen nagyobb hatékonysággal érkezett, illetve fogadták ezek a növények.
Ez azt jelenti, illetve annyi csapadék hullott a téli csapadék mellé, ezek a növények átvészelték, sőt kedvelték ezt a meleg időszakot, hiszen úgy a napraforgó, mint a kukorica, mind a kettő melegigényes, amelyik növény kikelt a téli csapadékkal, még kapott annyit a korábbi évekre képest kevesebbet, egy 20-30 mm-rel, de ez azt jelenti, hogy nagyon fejlettek, előbbre vannak, és jó terméskilátások vannak. A kukoricának a címerhányástól a szemfejlődésig van a legnagyobb vízigénye, míg a napraforgónak a virágzás idején. Idén ezek a fenológiai fázisok az átlagosnál hamarabb következtek be, és jelenleg általában kedvező talajnedvességi viszonyok állnak a növények rendelkezésére ebben a kritikus időszakban. A jó terméshez a nedvesség mellett sok napsütés és meleg is szükséges, mely feltételek az előttünk álló időszakban szinte adottak lesznek. Érdemes ezt figyelembe venni a folyadékoknál is, más-más ásványvizet inni, néha csapvízzel oltani a szomjat. Egy átlagos felnőttnek naponta átlagosan 2000-2500 kalóriát kell bevinnie. A kalória igényt személyre szabottan számítják ki, ugyanakkor a férfiak és a nők alapanyag cseréjének igényei között jelentős, körülbelül 200 kalóriányi eltérés mutatkozik, még az év nagy részében azt javasolják, hogy naponta 4-5-ször egyenek az emberek, nyáron ennél kevesebb, háromszori étkezés is elegendő, ilyenkor viszont több folyadékot kell inni. Kedves nézőink, Háttér című magazinműsorunk külön kiadása következik. Sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a Kórházúti lakótelep szomszédságában, az egykori betonra aszfaltozott kosárlabda pálya helyén. A karcagi sport és ezen belül a kosárlabda sport fordulópontjához érkezett. Fordulópontjához, hiszen egy régóta dédelgetett álom válik valóra a mai napon. Az elmúlt hónapok folyamán sokan kíváncsian tekintettek az épülő-szépülő területre, árgus szemekkel érdeklődve, néha hitetlenkedve figyelve, követve, hogyan épül az új pálya. A folyamatosan változó terület mára elnyerte végleges formáját, és örömmel jelenthetem, hogy a mai napon hivatalosan is birtokba vehetik sportolóink, a város lakossága. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves érdeklődők! Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem a mai hivatalos átadó ünnemségünkön dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselőurat, a Karcagi Sportegyesület elnökét. Kovács Sándor országgyűlési képviselőurat. Szalai Ferenc urat, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökét, Szolnok megyejogú város polgármesterét. Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét. Valamint a Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testületének megjelent tagjait. Köszöntöm Demme Klára asszonyt, a Kosárliget tervezőjét, a kivitelező Dekler Sport Kft. Tulajdonosát. Balogh László urat, a Jászlókun Szolnok megyei Kosárlabda Szövetség elnökét és az elnökség tagjait. Köszöntöm Szabó István urat, a Jászlókun Szolnok megyei Diák és Szabadidősport Egyesület elnökét. Köszöntöm a környező települések polgármestereit, vezetőit, az intézmény vezetőket, minden kedves érdeklődőt. Tisztelt vendégeink, kedves sportbarátaim! Felkérem dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselőurat, a Karcagi Sportegyesület elnökét átadó beszédének megtartását. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt polgármester urak, képviselő úr, kedves sportbarátok, kedves sportolók, kedves kosarasok, szeretettel köszöntök mindenkit a mostani ünnepségen, amikor
birtokba vesszük ezt a nagyon szép létesítményt itt Karcagon a Nagyvénkertben. Egy olyan fejlesztést, amelyet azt hiszem mindenki nagyon várt már, és szeretnének minél többen itt kosarazni, hiszen a kosárlabda liget, ez a kosárlabda pálya egy nagyon jó helyen található, mindenki számára hozzáférhető, és világszínvonalon került megépítésre. Talán néhány történeti jellegű momentumot célszerű ilyenkor felvázolni, hiszen ahogy hallhattuk, már volt itt korábban egy kosárlabda pálya, és annak a keletkezése, az építés története a következő volt. Amikor a nagyvénkerti lakótelep egy beruházás keretében megvalósult a 80-as években, akkor itt felvonulási épületek voltak, ezeket később, hogy az építkezés véget ért, lebontották, és itt maradt az alapjuk. És az 1990-94 közötti önkormányzat számára komoly fejtörés volt, hogy mi legyen ezzel a gondozatlan területtel. Itt voltak az épületalapok, romhalmazok is voltak, sőt ott oldalt a Szánkó dombnál volt négy olyan betonkeverő alap, aminek a bontási költsége akkori számok szerint is 500 000 forintot tett ki. Ez egy komoly összeg volt 1990-ben. Így aztán az a bölcs döntés született, hogy ez a terület legyen a sporti, a gyerekeké, a családoké. Leaszfaltoztattuk, a önkormányzat leaszfaltoztatta az épületalapot, itt egy kosárlabdapálya lett, utána a két fiam is itt tanult meg kosarazni. Elkészült ez a domb, csatornaépítésből származó földel lett körbetöltve a bontáshelyet igazikun rafinériával az a hatalmas betonváz, és így most tartja ezt a dombot, és aztán padok is kerültek ide, biciklipálya, egy része megvolt, egy része később már elhasználódott, tehát tényleg a közösség birtokba vette ezt a helyet, népszerű lett, bár néha a labda kipattant a forgalomba is, de emiatt nem volt semmilyen lényeges konfliktus. Ezért is örülök annak, hogy Karcagváros önkormányzata, a sportegyesület most ezen a területen a 20. századi szint után egy 21. századi szintű fejlesztést valósított meg. A Karcagi Sportegyesület részéről különösen Szepesi Tibornak szeretném megköszönni, aki mindig összefogja ezeket a pályázatokat, hogy meglátta a lehetőséget a TAU-ban, meglátta a lehetőséget ebben a megnyíló pályázatban, és munkatársaival, az önkormányzattal együtt működve sikerült ezt megvalósítani. Az önkormányzat is nagyon komoly anyagi terhet vállalt, és ennek is az eredménye az, hogy most gyönyörködhetünk a pályában, és azt hamarosan birtokba lehet venni. És azok számára is jól lesz ez a helyszín, akik nem kosaraznak, akik csak érdeklődnek a sport iránt, szeretik a sportot, hiszen itt a lelátónál bármikor meg lehet állni, megnézni egy-két meccset, gyönyörködni abban, hogy milyen jól kosaraznak a karcagiak és az ide érkező vidékiek egyaránt. Én szeretném megköszönni mindenkinek a munkát, az önkormányzatnak, az egyesület részéről, azoknak, akik ebben részt vettek, a tervezőknek, kivitelezőnek, egyáltalán annak a összefogásnak az eredményét szeretném kiemelni, amelynek köszönhetően most ezt a pályát birtokba tudjuk venni. Én bízom abban, hogy ezt további fejlesztések is fogják majd követni. Élnünk kell a TAU által nyújtott lehetőségekkel, Karcagit mindig szépen, ütemesen haladt, remélem, hogy így lesz ez a jövőben is. Sportsikereket kívánok mindenkinek, és gratulálok a megvalósításhoz. Köszönöm szépen. Felkérem Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat köszöntőjének megtartására. Tisztelt miniszter úr, polgármester urak, alpolgármester úr, tisztelt fiatalok, tisztelt sportoló fiatalok, edzők, érdeklődők, nagy verseny van ebben a pillanatban is. Persze gondolhatunk a kézilabda világbajnokságra, vagy a futball világbajnokságra, de ennél fontosabb verseny zajlik. Zajlik most a verseny a fiatalokért, hiszen a 21. században a fiatalok előtt annyi lehetőség van. Internet, számítógépes játékok, olvasás, egyéb szórakozási lehetőségek, és azok a fiatalok, akik emellett sportolnak, vagy akár ehelyett sportolnak, a sportot, az egészséges életmódot válasszák, ők megérdemlik egész Magyarországon, és itt Karcagon is, hogy 21. századi lehetőségeik legyenek. Hiszen jó ránézni erre a kosárlabda pályára, amikor ránézünk, még olyanok is kedvet kapnak ez a csodálatos játékhoz, akik kevésbé vagy gyengébben játszanak. És azoknak, akik sportolnak, akik rendszeresen kosárlabdáznak, azoknak még nagyobb élmény. Másképp pattan a labda, más a környezet, és hát más közönség előtt is játszanak. Kihívás ez, és verseny ez is.
verseny az egészséges életmódért, verseny egymással szemben, és verseny a települések, verseny az országok között is. Én kívánom azoknak a fiataloknak, akik már sportolnak, hogy folytassák ezt a csodálatos sportágat. Kitűnő lehetőség van itt a fiataloknak akár a nyári szünetben. Kívánom azoknak, akik még most ismerkednek meg a sporttal, a kosárlabdával, vagy bármilyen sporttal, ők is élvezettel használják ezt a létesítményt, és kívánom azoknak a fiatal és kevésbé fiatal veterán kosárlabdázóknak, hogy egy jó meccset, akár egy 1-1-es meccset itt játszanak le, hiszen bármennyi idős is az ember, a sport az örömet okoz, a sport egészséges lesz, és itt Karcagon egy újabb olyan lehetőség tárulkozik elénk, amikor élvezhetjük a versenyt, a játékot és a sportot. Mindenkinek nagyon jó szórakozást és nagyon jó sportolást kívánok ezen a pályán, és kívánom azt, hogy vigyázzunk rá minél tovább, hogy ugyanilyen szép és jó legyen ez a pálya. Mindenkinek jó sportolást kívánok! Tisztelettel felkérem Szalai Ferenc urat, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökét ünnepi beszéde megtartására. Tisztelt miniszter úr, képviselő úr, alpolgármester asszony, alpolgármester úr, elnök úr és mindenki, aki ma megjött, itt van és örül annak, hogy egy ilyen pályavató lehetünk. Köszönöm, hogy én is itt lehetek. Két gondolatot szeretnék elmondani, az egyik a kosárlabda országos, a másik pedig a karcagi szolnoki vonulatához tartozik. Amikor a 2010-es évben miniszterelnök úr a Testnevelési Egyetemen elmondta azt a mondatot, hogy a sport stratégiai ágazat kell, hogy legyen ebben az országban, biztos nagyon sokan végig gondolták, de a szkeptikusok különösen nem hitték. Mi persze egészen biztosak voltunk benne, hogy így 2018-ban azt mondhatjuk, hogy valóban stratégiai ágazattá vált a sport Magyarországon. Rengeteg sportág kezdett el fejlődni, jött fölfelé. Rengeteg olyan történés van Magyarországon, ami ezt a mondatot bizonyítja. A mindennapos testnevelés, ami szerte az országban heti 5 alkalommal testnevelési lehetőséget ad a gyerekeknek, nem csak az egészségük megőrzése miatt, hanem a közösségi értékek felemelése miatt is. Vagy a társasági adó, amiről miniszter úr beszélt, a társasági adó lehetőségével élve rengeteg új sportegyesület alakult, rengeteg gyerek kezdett el sportolni, felszerelést kaptak, utazhattak versenyekre, az edzői bérek normálissá váltak. De hozzátartozik az is, hogy ezzel a mondattal elindult az a gondolat is, amit Kovács Sándor képviselő mondott, nem mindegy, hogy hol sportolunk. Az országban lerohadt állapotban voltak uszodák, csarnokok, tornatermek, labdarúgópályák, stadionok. Rendkívül sok okos ember elmondja ma az országban, hogy a stadionépítés. Persze, kellenek a stadionok, tessék megnézni most az orosz világbajnokságot. De a stadionok előtt ott van az a több mint 1000 labdarúgó pálya szerte az országon, amit a labdarúgó szövetség épített föl. Sok száz tornaterem, amit a kézilabda szövetség és a kosárlabda szövetség karöltve egymással újított föl. Vagy az a nagyon sok uszoda, jégpálya, ami megépült ma Magyarországon, és a szülők, akik a gyerekeiket elviszik sportolni bárhol az országba, most már olyan körülmények között tudhatják őket, ahol jó minőségben lehet sportolni, olyan edzőkkel, akiktől tanulni lehet, akik példaképeket tudnak kinevelni a gyerekekből. És hogyha így egységes egészében nézzük, ennek az országnak erre nagyon nagy szüksége volt. És itt Karcagon is. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen pályaavatón állhatunk. A kosárlabda szövetség több mint 25 kosárlabda csarnokot épített vagy újított föl. 150 körül van a toratermek száma, amit építettünk, felújítottunk, és egy jó 30-40 azoknak a pályáknak a száma, ahol állunk, amit sikerült megvalósítani. De ezek nem működnek, ezek a fejlesztések az önkormányzatok nélkül, és azért polgármester úrnak külön köszönet. Ha a Karcagváros nem áll mellé 30%-os önrésszel, akkor nem lehet ezt a pályát megépíteni. 70% a társasági adó, 30%-kal az önkormányzatnak kellett helytállni. Nagyon jó pályát választottak, de meg Klára asszony mindig jól csinálja a dolgát. Itt is az látszik, hogy nem csak szép, hanem majd meglátják, esőben is használható, nagyon stabil pálya. Nem bírja ki az öngyújtót. Tehát arra mindenki nagyon figyeljen, hogy azért erre vigyázni kell, hogy ha valaki ide ártó szándékkal jön, mondjuk öngyújtóval, azt nyakon kell vágni, János, akkor ott helyet kell állni rendesen.
biztos vagyok benne, hogy sokan jönnek ki. És akkor a karcoki kosárlabdáról őrült szerencsém volt, én Őrlő Zolival találkoztam, amikor idejöttem a pályára. Mi együtt nőttünk föl annak idején a kosárlabdában. És olyan gyerekeket köszönhetünk, játékosokat köszönhetünk mi a szolnoki kosárlabda karcagnak, mint Boldizsár Ferit, Bódi Ferit, Erdélyi Jóskát, vagy Ferenci Tamást. Ez a négy fiatalember volt az, aki olyan szinten tudott Szolnokon is kosárlabdázni, ami az NB1 A csoportjában is megállt a helyét, illetve Ferenci Tomi most edzőként, Bódi Feri edzőként nagyon magas szintre jutott. De jöttek testnevelők, lettek közgazdászok. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a két település közötti ilyetén kapcsolat is rengeteget erősödött. És legutóbb a megyei szövetség évzáró ülésén Balogh elnök úr elmondta, hogy elég erős a megyei kosárlabda, és ezen belül a karcagi. Nagyon szépen köszönöm a karcagi kosárlabdának, hogy ilyen erőt képvisel, ennyi gyerekkel működik, és hát én bízom benne, hogy a minőség is megemelkedik, hiszen a női kosárlabda azt gondolom, hogy majdnem rendben van már az országban, a férfi kosárlabda még nem. Tehát ott van még mit javítanunk, a fiúknak egy kicsit több kell, tanuljanak a lányoktól. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, mindenki használja egészséggel ezt a pályát. Köszönöm szépen, hogy az önkormányzat mögé állt a fejlesztésnek, miniszter úrnak, hogy segítette összegyűjteni a TAU-t, mert ezt mondjuk el, hogy az enélkül nem megy. Így van, kell hozzá. És hát legyen több ilyen fejlesztés, ott hátul még csarnokot is lehet építeni a későbbiekben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Amikor elnök úr a vízelvezetésről beszélt, akkor be is mutatta a labda, hogy hogyan fog elgurulni majd. Ahogy esik az eső, úgy így fogja majd az is elhagyni a pályát. Felkérem Dobos László polgármester urat köszöntőjének megtartására. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Képviselő urak, elnök úr, alpolgármester asszony, alpolgármester úr, tisztelt jelenlévők! Aki itt van, nyilvánvalóan a sport, a mozgás és a kosárlabda szerelmese. És én tudom nagyon jól, hiszen napok óta figyelemmel kísérem, hogy alakul, mint alakul ez a pálya, hogy már nagyon várja mindenki, hogy használatba lehessen ezt venni. Valóban egy komoly objektum átadására érkezhettünk meg a mai napon, ami térben és értékben is komoly erőt képvisel, hiszen egy közel 40x52-es területen állhatunk, itt lett elhelyezve ez a kosárlabdaliget, illetve a összbekerülési költsége 73 millió forint, ami, ahogy hallottuk, a TAU pénzek összegyűjtéséből jött össze, illetve az önkormányzat bő 22 millió forinttal támogatta, és itt szeretném megköszönni a képviselő hölgyeknek, uraknak azt, hogy egyöntetűen a pálya megépítése mellé álltak a nagyon szoros és kötött költségvetés ellenére. És mindenkinek köszönetet mondok, akik bábáskodtak itt a pálya megépítése körül, elsősorban elnök úrnak, Szalai Ferenc elnök úrnak, Farkas Sándor képviselő úrnak, aki valóban nagyon sokat segített a TAU összegyűjtésében, a vállalkozóknak, akik összeadták azokat a pénzeket, amit például ennek a pályának a megépítésére lehet használni, kivitelezőknek, mindenkinek, aki ott bábáskodott, hogy ez a pálya elkészülhessen. Szó volt már a karcagi kosárlabdáról, de egy picit kanyarodjunk vissza, hiszen valóban régóta egy utánpótlás fellegvár Karcag, egészen pontosan a karcagi Gábor Áron gimnáziumból indult el valamikor 1945 környékén ez a szép sport. Ha jól tudom, jól emlékszem, akkor Csávás István tanár úr kezdeményezésére hozták be a sportágak közé ezt a gyönyörű játékot, és úgy hiszem és úgy gondolom, hogy azóta is töretlenül fejlődik a városban. Fönnmaradt nyilván hol ilyen, olyan eredményeket hozva a városunk számára, de egy biztos, hogy a gimnázium továbbra is a fellegvára, és mindig is az volt a helyi kosárlabda életnek. Hát ha csak körbe pillantok itt az edzők körül, a játékosok körül, már ez bizonyított tény. És örülök ennek, hiszen akkor méltó utódai azoknak, akik elkezdték ezt a játékot meghonosítani ebben a városban. Tisztelt hölgyeim és uraim,
a labda már önálló életet kezdett élni itt a gravitáció okán. Remélem, hogy a többi labda is mozgásba rendül pillanatokon belül, ez is a cél, hogy azok, akik a idejüket hasznosan sportolással szeretnék tölteni, azok valóban egy kiváló körülmények között tehessék meg ezt. És csak megerősíteni tudom mindazokat, akik kiemelték azt, hogy tessenek óvni és védeni ezt a pályát, játékosok, környékellakók, hiszen komoly értéket képvisel, és olyan lehetőséget biztosít, ami a szabadidő hasznos eltöltését nyugodtan mondom, hogy aktívan segíti. Tisztelt jelenlévők, hivatalosan átadásra kerül ez a pálya ebben a pillanatban. Használja mindenki örömmel, egészséggel. Köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves sportolók, edzők, felkészítők, hozzátartozók! A Karcagi Sportegyesület nevében szeretném megköszönni a pálya létrejöttében, elkészítésében, kivitelezésében közreműködő személyek és szervezetek munkáját. Először is, ahogy elnök úr is említette, a magyar kormánynak, hogy a társasági adó adta sporttámogatási rendszert életre hívta. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének, Karcagváros önkormányzatának, a képviselőtestület tagjainak, Dobos László polgármester úrnak, Demek Klára tervezőasszonynak, a kivitelező Dekler Sport Kft. Tulajdonosának, munkatársainak. A Karcagi Sportegyesület munkatársának, Tőkés Judit gazdasági vezetőnek, a polgármesteri hivatal illetékeseinek, Nyester Ferenc műszaki ellenőrnek. Köszönöm a kivitelezésben közreműködő szakemberek, alvállalkozók, kivitelezők, városi intézmények munkáját. És végül, de nem utolsó sorban, én is szeretném megköszönni dr. Fazekas Sándor elnök úr segítségét, támogatását a pálya elkészültében. A karcagi sportpályák, sporteszközök fejlesztése a társasági adó adta lehetőségek kihasználásával, ahogyan polgármester úr is mondta, nem most kezdődött. Az elmúlt években sikerült több sportpályánkat is fejleszteni, megújítani e lehetőségből. Nagyméretű, majd kisméretű műfüves pályát is adtunk át az elmúlt évben. Megújult a Kiskulcsosi iskola tornatermének padlózata, majd a városi sportcsarnok nyílászárói. A terveink, és remélem, hogy további fejlesztéseink itt azonban nem érnek véget. Szeretnénk tovább folytatni az öltözők, sportpályák építését, fejlesztését, a játékterek felújítására, új sporteszközök beszerzésére kell majd fokozott figyelmet fordítanunk. Ezekhez a fejlesztésekhez nagy szükség lesz támogatóink, szponzoraink segítségére. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem mindazok anyagi támogatását, akik a társasági adó adta lehetőségekkel élve felajánlották segítségüket a Karcagi Sportegyesület szakosztályainak, ezzel együtt természetesen a karcagiaknak. Kérem, engedjék meg, hogy a mai napon közülük is kiemeljem és külön megköszönjem az évek óta tartó támogatását az Agrosprint ZRT tulajdonosainak. Tisztelt vendégeink, kedves sportbarátaim! Büszkék vagyunk kosárlabda utánpótlás nevelésünk elért eredményeire. Szeretnénk folytatni a megkezdett utat, hiszen ahogy elnök úr is megfogalmazta, a Kosárlabda Szövetség vezetése is a jövő eredményeit bennetek, a mai fiatalokban látja. A sportnak azonban ma éppen a kosárlabdán keresztül a tömegsport irányába is nyitnia kell, hiszen a tömegsport és a versenysport különös szimbiózisban él. Példaképek kellenek ahhoz, hogy az emberek kedvet kapjanak a mozgásra, de a példák mellett a megfelelő infrastruktúra, a közösségi terek is elengedhetetlenek. A sport szeretete egészen fiatal gyermekkorban kezdődik. Először a látvány ragadja magával a gyermeket, majd a közösség, végül pedig a közösségi élmények. És természetesen az amatőr kosárlabdázók részére is mérföldkő a mai nap, hiszen ahogy többször elhangzott, nem olyan régen még itt egy ütött-kopott pályán járt a labda kézről kézre, és az egykori nagy csaták, bajnokságok helyszíne volt ez az aszfalt. A mai naptól ők is a régi fiatalos lelkesedéssel űzhetik majd tovább a kosárlabdát.
Kedves nézőink, már a megköszönjük megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. A jövő heti viszontlátásra mindenkinek, és kellemes nyarat kívánunk!